23. fejezet Szeptember 4-én 40 ökrös szekér kanyarodott le a királyi várból a Dunai hajóhídra. A királyné hurcolkodott. A palota udvarán ott álltak már a hintók is, s körülötte összesereglettek a főúrak. Valamennyien útra készen, csak verbőci maradt Budán, s vele a kedves tisztje megcsei. Gerge is ott állt az urak mögött, s egyszer csak megpillantotta a fűrjest. – No, Gergely! – mondotta az leereszkedőn. – Hát te nem jössz -e velünk? Gergely megvetően nézte végig. – Semmi, te! Nyúlaknak ötse nem vagyok. A szőke legény megrándult, de aztán, hogy megcseinek a szúró tekintetével is találkozott, vállat vont. Az öreg cecei is ott gubbaszkodott lóháton az urak sorában. Gergely rátette a kezét a nyerek kápára. Apám uram, jó napot, fiam! Kegyelmed is elmegy? Csak hatvanig. Éva is? Őt is magával viszi a királyné. Eregy föl ma ebédre az asszonyhoz, és vígasztalt. Miért eresztik el Évát? Verbőci mondta, hogy eresszük el. A jövő évben ne félj, visszatérünk sok ezred magunkkal. Nem beszéltek többet. A testőrök megjelenése jelentette, hogy jön a királyné. Jött. Gyászruhába volt öltözve. Loncillatot árasztott maga körül. A hölgyei között ott volt Éva is. Könnyű, diószínű csukjás sejem uti köpönyek borult a vállára, de a csukját még nem vonta föl. Körül nézegetett, mintha keresne valakit. Gergely átfurakodott az urak lovai között és mellette termett. — Te nem jössze velünk? kérdezte a leány. – Mennék, – felelte búsan Gergely, – de az uram még nem tért vissza. – Utánunk jöttök? – Nem tudom. A leányka arca is elborult. – Ha nem jöttök utánunk, mikor látlak? – Nem tudom. S a fiú szeme megtelt egy könycseppel. A királyné már beült a terjedelmes, födeles, ablakos bőrhintóba. Vica a kezét nyújtotta Gergelynek. – Ugye nem felejtesz el engem? Gergely azt akarta mondani, nem, vica, nem, még a más világon se. De hogy nem tudott szólani, csak a fejét rázta.